Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit a Vágány utcából. És itt is találtam egy elveszett vágányt, azt fogom most amennyire lehet bejárni. Ebben megmutatom nektek. Itt ezt szúrtam ki, hogy így erre jöttem. Itt és valószínűleg itt jöhetett át az úton, és onnan a fővonalból kanyarodott ki. Ott régen ott a lakodók voltak, meg egyébként ott szemben ott a Máltai Szeretett Szolgálatnak a vagonjai vannak. Hát ugye az útban már nincs, meg ennyi maradt meg belőle. Ezért valószínűleg itt lehet, hogy csak ráaszfaltoztak, de az aszfaltban megvan, nem lehet tudni. De kerítésen belül még folytatódik, és úgy tudom, hogy a Google térképen úgy láttam, hogy még a szomszédos Szabolcs utcában is vannak nyomai. Hát ez itt ezen a területen csak áthalad. Meg fogjuk nézni. Elmegyek mindjárt akkor tovább, és meg fogom nézni. És egyébként itt látszik egy két betonaj, a nagyvasúti. Történetek majd még utána fogok nézni, mert most csak így gyorsan a Google térképen megnéztem, mielőtt ide jöttem, hogy mennyi. De hát látjátok, két fatiplis betonaj van. Nézzétek meg. És majd meg fogom nézni mindjárt, hogy a túloldalt meddig lehet bejárni, és meddig, de tudom, hogy még a Szabolcs utcában is benne van az aszfaltból nyoma. Legalábbis, mint a térképen úgy láttam volna. Egyébként csak így be van rajzolva, hogy ennyire, hogy itt jött, és akkor egy ilyen ívesen csatlakozott be a fővonalba. De hát akkor tovább megyünk és megnézzük, hogy mi a helyzet. Ott a Szabolcs utcán át, gondolom, hogy kerülni fogok egy nagyon, majd ott visszakapcsolom a kamerát. Hát megkerültem a környéket, és ott az első nyomat, a Szabolcs utcán vagyunk. Ott a régi András keresztet még látni. És egyébként ez maga az épület, amin keresztül jön a vágány. Hát ez szerintem egy katonai objektum lehetett, azok a szemközt, a panelek azok, mint a tiszti lakások lettek volna régebben, és ez szerintem egy ilyen honvédség, ilyen katonai terület lehetett. De ennek majd még utána fogok nézni, hogy pontosan mi volt itt. Itt a túloldalt meg láthatok már lakóparkban, hogy el fogok nézni. És a sinek is ott vannak, igen, ott a kapu és mögötte a sinek. Ennek a vágányok, és akkor szerint idejébe is lehet menni. Mindenesetre benézünk. Ez itt látszik, ott vannak a sinek, ez az, amit a túloldalt ott a kerítés mellett láttunk, vagy mögött. Hát. És ott a háttérben látszik ugyanúgy a Vágány utca, ahol voltunk. Hát egy kicsit közelebb is megnézem, ha már így be lehetett jönni, egyébként itt ez már a Hun utca. Tovább, és a túloldalon is folytatódnak a sinek. Hát, tudom, hogy ez mennyire szabályos, de még elmegyek oda a végéig is. Végül is bezárva nincsen, és nem is őrzik. És szerintem ez valami katonai objektum lehet, de akkor szerintem ennek semmi köze a vágányokhoz, mert ezen csak áthalad. Megnézzük, meddig lehet elmenni. Hát igen, sikerült eddig eljönni, ez már a Vágány utca, kérem szépen, és kerítés másik oldalát a beköszönő videóba azt itt láthatom, most ugyanott vagyok. És errefele megy tovább a vágány, úgyhogy szépen, és mellettünk van valami katonai objektum szerintem. Szögeslóttal mindennel, viszont ez valószínűleg egy üres telek, amit nem őriznek. És egyébként itt elfér még egy vágány, ezt néztem, hogy észre van olyasmit, hogy hát, hogy lehet, hogy volt itt régebben egy váltó, és itt kiágazott még egy vágány belőle, de annak nyomát nem találtam. Viszont ez, mint hogyha így kényelmesen elférne itt mellette egy második vágány is, tehát lehet, hogy régebben volt. Viszont én azt se lehet tudni, hogy ezt mióta nem használják egyáltalán ezt a vágányt. De majd ott a kapun túl is meg fogjuk nézni, hogy merre vezet, illetve meddig bejárható. Ez itt teljesen random, hogy errefele szoktam hazajárni, és akkor így kiszúrtam, hogy itt van egy vágány. Aztán most éppen rá is értem, azt mondtam, nézzük meg. De hát látjátok. De hát az is látszik, hogy nem használták ezt a vágányt már nagyon régóta. Egyáltalán kérdésé vezetem még itt valahova, meg hogy mennyire járható. És akkor ott van a háttérben a kapu, itt szépen tárva nyitva ez a másik.
Hát már valószínűleg az ott a vágánynak, az iparvágány kapuja lehetett, de másséges hoppá, és mirat? Hát ezt nézzétek, ez az, ami feletté gyanús, ez a talpa mér ilyen hosszú itt. Tehát itt lehet, hogy volt régebben egy váltó, itt. Tehát lehet, hogy jött innen még egy vágány, ami és itt volt valahol a váltó, és itt csatlakozott be a másikba, de semmi nyoma nem látszik. El tudom képzelni azt is, hogy régebben még volt itt egy váltó, és azt már akkor felszedték, mikor ezt a vágányt még használták, és ott az is gyanús, hogy a sincsavarok miért így vannak, tehát lehet, hogy itt volt a váltó valahol, és itt volt a váltónak a másik, a terelősínje, vagy a csúcsín, vagy minek hívják, amin át tudott jönni erre a vágányra. És itt viszont, ahatunk, itt lehetett még egy vágány. Hát, hely az meg volt neki. És lehet, hogy annak volt vagy volt ott még egy kapu, és akkor annak volt a helye, de... És itt is, hogyha jobban megnézitek, hát miért lenne ilyen hosszú a talpa, és hoppá, és ezt, igen, tehát... Hogy itt, mintha lett volna. Tehát itt a terelősíreket különben minek tettek volna, hogyha itt nem volt váltó, vagy nem volt elágazás. Ilyen terelősideket maximum útátjárókba baraknak, de hát itt az nincsen. De hát szerintem itt volt egy kiágazás, és ennyi meg is maradt belőle. De azért mégiscsak. És itt pedig, nem tudom a videó mennyire látszik, de bazalt kövek is vannak itt az úton, akarod a kicsit jobban rámenni, hogy lássátok, de... Tehát ez a tipikus ágyazat, tehát ilyen bazalt köveket a vasúton használnak, a talpfák alá rakják, ugye, ágyazatként, és itt végig az van. Tehát szerintem itt kiágazott még valahova egy vágány, lehet, hogy tovább ment a másik mellett, arra, de azt is lehetom képzelni, hogy így valahogy oda. Esetleg pont ebbe a katonai objektumba vezetett be. Ami lehet, hogy akkor még nagyobb területen volt. Mert azt el tudom képzelni, hogy még ott az a szemben lévő lakópark is, ami odaépült, még régebben az is, hogy itt a katonai objektum területén volt, csak ugye nekik az már nem kellett, és azt fölhagyták. Hát azon sose tudunk meg. De arrafele a sinek még azért tartanak tovább, azt azért, hogyha megnézitek, azért látszik. És lássuk, rengeteg nyílfa is van itt, meg minden, ami... Hát most, hogyha küszögni fogok a videóba, vagy ilyesmi, akkor előre is. Bocsi mindenkitől, de bilizgálja az ormatod a sok nyírfának az össze. Hát igen, az allergia sajnos ezzel jár. Úgyhogy, na, hogy melyik megnézzük azt a vágányt ott, hogy merre vezet. Hát átjöttünk a túloldalra. Ott szembe látható az a kapu, amit az előbb belülről mutattam. És itt maga a vágány. És itt megy tovább, itt van egy parkoló, de megy, hát nem sokáig megy tovább, úgy látom. Ott véget ér egy földkúpba. De azt még azért közelebbről megnézem, hát ha. Itt viszont érdekes módon nem tűnik annyira elhanyagoltnak itt. Ez annyira rendben van téve, mint hogyha ezt még használnák. De hát látszik, hogy nem használják, mert fúros az egész, de mégis. Tehát itt másik oldalt meg látszik, hogy hozzá se nyúlt, benőtte ott a gaz meg minden itt meg. Itt takarítva van az ágy, az rendesen bet van aljak, ide vannak téve, hát nem tudom, hogy ez mitől van. De... Pedig biztos, hogy nem járt rajta vonat mostanában. De valamiért ezt mégis rendben tartották. Itt ugye, és ott van a vége. Hát ez lehet, hogy eddig tartott, de majd még azért tovább megyek ott a... Hát ha a túloldalt még esetleg találok valamit, meg fogjuk nézni. De hát lehet, hogy ez ennyi volt. Hát mindjárt végigérünk. Ja, hát ott pedig egy kerítés van, tehát lehet, hogy azért is vágták itt el, mert az már magánterület. De lehet, hogy a sineket nem szedték, sőt, biztos, hogyha tovább mentek a sinek, akkor valószínűleg nem szedték föl, hanem meghagyták, de valami ez mindjárt kiderül. És közelebb mindenki szétnézek. A témát pedig egyre fokozódik. Mert ugyan errefele a sineket már felszedték, vagy lehet, hogy csak ráholtak föl, és azért nem látszik, viszont ott, bent. Itt még vannak vágányok, kettő is, tehát
mint hogyha itt lett volna valami kiágazás. Tudjátok, ott van a kerítésekre, ezt nem tudom mutogatni, hogy egy, meg még egy vágány, és elágazik az egyik, tehát lehet, hogy ugye itt ágazik ki, tehát valószínűleg, még ha megvannak a sinek itt a fű alatt, akkor lehet itt volt a kiágazó váltó. De hogy ez merre megy, meg milyen terület, azt nem tudom, de lehet, hogy lesz itt valami. De azért az érdekes, hogy itt szóval merőlegesen erre a vágányra megy a többi. Hát ez hogy volt megoldva? Jó sejtettem, hogy katonai terület. Na, ennyit nem tudok belőle, többet nem. Még a végén nem szólnak. Közben megnéztem ott az utca végét is, de ott már 14-es villamos járok kint, és több vágányomot nem találtam, és itt mutattam az előbb itt ezt az elveszett vágányt, ott a kerítés túloldalán. Másik oldalt is szétnéztem, de ott ugye új építés, többé ott semmit nem találtam. Tehát valószínűleg már nincs is, mert hogyha volt és ott valami vágány maradvány, azt amikor ez a lakópark ide épült, akkor valószínűleg betemették föl. Nem is felszedték, de rá aszfaltoztak, meg rávolták a földet, úgyhogy biztos nincsen. Mondom, a többi információ, meg utána nézek, hogy mikor használták a vágányt utoljára, hogy egyáltalán mire szolgált volt, tehát már biztos, hogy ez a katonai területhez. Hát az több mint valószínű, hogy ide hozták be annó, csak hogy mióta nem használják, meg egyáltalán mikor használták utoljára. Azt majd szétnézek az interneten, és hogyha valami tudok, akkor azt utólag a videó leírásába be fogom írni, de így hirtelen csak ennyit találtam róla, úgyhogy hát köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek. Ha tetszett, lájkoljátok, ha nem tetszett, diszlájkoljátok, stb. Sőt, akár fel is lehet iratkozni, de nem kötelező. Pont egyébként nem is olyan rég beszéltük itt egy videós kollégával, egy Skype beszélgetéses gameplay közben, hogy olyat még senki nem mondott, hogy egy saját videója alatt, hogy nehogy feliratkozzál rá, meg nehogy azért lájkoljad, meg nehogy küldjél azért donétet, meg stb. De ilyen senkitől nem hallunk. Hát ez jó, még ez egyértelmű, de az lenne a fura, hogy azt mondanám, hogy nehogy véletlenül lájkolni merjétek, hogyha tetszett, sőt, ne is iratkozzatok fel. Na jó, úgyhogy ingyenre akkor poénládát most bezárjuk, meg a videót is, majd találkozunk a következőbe. Sziasztok!